Polgártársak, ez így nem mehet tovább. A balliberális politikusok már olyan szinten felhergelték a követőiket, hogy azok életveszélyes fenyegetéseket is megengednek maguknak. Ezt nem én mondom, hanem Deák Dániel, a Megafon egyik harcosa. Jó, nyugi, ne húzzad fel magad. Tegyük félre, hogy ezt pont ő mondja. Jó, most kivételesen ne számítson, hogy az elmúlt években kevesen tettek annyit a magyar közéletben azért, hogy annak színe, szaga, állaga, WC-keféről lecsöpögő és az alatta elhelyezett kis tálban összegyűlő folyadékra emlékeztessen, mint Deák Dániel és a Megafon. És hallgassunk arról is, hogy Deák Dániel tevékenységét látva eldönthetetlen, hogy az éteri magasságokban lebegő ánuszok csónakmotor fordulatszámú fényes telefegyelésében vagy a rendszer elárultjainak eltaposásában mutat-e nagyobb buzgalmat. Elvégre ő is ember. Igaz, hogy ez csak nekünk fontos. Ő valahogy nem érzi lényegesnek a méltóságát, amikor a politológus szakma Pennywise-aként mészárolja le nap mint nap a saját szakmai és emberi hitelét. Viszont lehet, hogy Deák Dánielnek most igaza van. Deák Dánielt megfenyegették. Igen, jól mondtam. Nem ő fenyegetett meg másokat, hanem őt fenyegették meg. Persze értem, hogy most azonnal arra gyanakszol, hogy megint csak ugyanazt tette, amit szokott, fogott valami nevetséges álügyet, és a mi adónkból működő, de mégis mögé felsorakozó, iszonyatos hatalmi gépezetet beindítva, akkorára fújta a semmit, hogy abból cikkek születtek, táplálékkal és üldözöttségtudattal látva el kitartott troll hadseregét, de ez az ügy most más. Deák Dánielt életveszélyesen megfenyegették. Bizony. Azt írta neki egy kommentelő, hogy csőbombát rejtettem a házad egyik pontjába, 5 óra és 34 perc múlva felrobban. Úristen. Veled vagyunk, Dani. És nem akarok több aggályt hallani, jó? Hát bízunk már meg egy ilyen éleseszű politikai elemzőben. Hát csak meg tudja különböztetni a szarviccet a valós fenyegetéstől. Hát csak nem rendez megint valami hisztérikus, narcisztikus ócska picsogást bevonva a rendőrséget, meg a kommentelőit, megvádolva egy komplett politikai közösséget. Ugyan már? Egy csőbombás fenyegetést igenis komolyan kell venni, és felelősségteljesen kell viselkedni. Hiszen a Szikra mozgalom egyik szimpatizánsa üzent. Ez a Szikra mozgalom nevű társaság legutóbb azzal került be a hírekbe, hogy az egyik aktivistájukat meggyanúsították, hogy a kitörésnapi megemlékezések után egy szélsőbalos társasággal, viperával és gáspével támadt rá egy férfira. Az aktivista 2 hetet töltött letartóztatásban. Na, ilyen egy jogállam, jó? Aztán hát végül is kiderült, hogy a rendőrség arra alapozta a gyanúsítást, hogy a Jackie-je és a sája hasonlít az egyik támadó öltözetére. Jó, hát ebbe tévedtek. Abban viszont nem, hogy az illető lájkolta a Facebookon. Bizony. Nem berekedett meg, nem viperázott meg, nem gásprézett, de lájkolt. Ha? Ma még csak egy like. Lájkolgatnak ezek a szikrások. Holnap mi lesz, ha? Kommentet is írnak? Mérges smiley-val a végén? Felelősségteljes döntés volt a rendőrségtől, hogy lecsukták 2 hétre, bizony. Ahogy felelősségteljes döntés volt az is, hogy Deák Dániel a komment egy részét kitakarta. Hogyha a követői, az a sok Marika meg Erzsike látta volna az egészet, hú, de nyilván a szívükhöz kapnak és végük, ha csak nincs a közelükben egy táncolónőt utánzó táncoló férfi. And I press with my hands, and I help, like Jesus said, you can help with your hands. Na de nekem megvan az egész komment, megmutatom nektek, de készüljetek fel lélekben, és vigyétek el a gyereket a monitor elől, mert nagyon durva lesz. Csőbombát rejtettem a házad egyik pontjába,
Ahhoz, hogy megtudd hova és hatástalanítani tudjad, még mélyebbre fel kell nyúlnod Orbán seggébe és kiszedni az ott elrejtett geoládát. Ha nem sikerül, 5 óra és 34 perc múlva felrobban. Na igen, így már értem, én meg még itt ironizálgattam, basszus. Hát ez egy nagyon komoly ügy. Tehát, hogyha a hatóságok kiszálltak Deák Dániel házához, én el sem tudom, vagy inkább el sem merem képzelni, hogy hát mi történhetett szegény miniszterelnök úrral. Oda is kivonultak? Ott is benéztek mindenhova? Úgy értem, mindenhova? És hogyha valóban volt a miniszterelnök úr seggében valami, hát akkor azt kihelyezhette el ott? Miféle erés, vagy miféle szakadék keletkezett a nemzetbiztonság titán keménységűnek itt testén, hogyha az ellenség ügynöke csak úgy odaférkőzhetett a miniszterelnök úrhoz, és a... Hú, Atyaisten. Én belső munkára gyanakszom. Valakire, akinek állandó bejárása van oda. Mármint a miniszterelnökségre. Istenem. Egész geoládát? Hogy? Altatásban, vagy... Elrejtőzött a WC kagylóban. Lehet, hogy személyesen kellene átvizsgálni a helyszínt. Hát, hogyha maradtak a geoláda helyén ilyen használható nyomok. Dániel, nem ismersz valakit, aki vállalná? Most végre mindenkit megelőzve bemászhatnál oda, és... You can help, help, help with your hands, hands, hands. Á, szegény Deák Dani, hogy mit kell kiállnia? Szerencsére okos és felelősségteljes emberként azonnal értesítette a rendőrséget, a tűzszerészek... Igen, a tűzszerészek átvizsgálták a lakását, és nem találtak robbanóanyagot. Na, de akkor most kinek lett igaza? Hm? Neked, aki azt mondott, hogy ez megint csak egy nevetséges álügy, és hogy Dani a mi adónkból a mögé felsorakozó iszonyatos hatalmi gépezetet beindítva kurva nagyra fújt egy nyomorult trollkodást, vagy Daninak, akihez még a tűzszerészek is kimentek? Hm? Szóval tényleg itt az ideje, hogy rendet tegyünk a magyar komment kultúrában, lássuk mekkora a baj, és hogy mit mond róla a tudomány. ChatGPT írja egy igazi buta kommentet, amit egy magyar átlag kommentelő írna bármilyen politikai kérdésről. Ezek a politikusok mindegyformák, mindig csak hazudnak és csak a saját zsebüket töltik. Csak azzal foglalkoznak, hogy egymást piszkálják és a hatalmukat erősítsék, a nép meg csak szenved. Anyád! Durva ez a ChatGPT, tökéletes, köszönöm! Nagyon szívesen. Bár fontos hozzátenni, hogy a vélemények sokszínűsége és a demokratikus vita fontos a politikai folyamatokban. Az elfogadás és az együttműködés lehet az út a pozitív változások felé. Mi van? Mit akarsz? Most tényleg engem nevez? Demokratikus vita? Elfogadás? Együttműködés a különböző nézetek között? Te most frankon a magyar embereket sértegeted? Hú! Na, ide figyelj, te soros... pénzen tartott LMBT ezes. Az ilyeneknek, mint te, beszokták verni a pofáját, te szarkupac. Rohadtál volna bele a tetves, kurva, édes anyádba, te ja, nem, az nem jó. Hogy kimoderáljanak, várja, hogyan írjam le. Ja, megvan. Nekünk Józsi, Dóra nincs szükségünk. Rosszra meg, pláne nem, enter, te szar. A magyar kommentelők sokszor túlzottan érzelmesen és hevesen reagálnak a posztokra, és gyakran indulatokat gerjesztenek más felhasználókban. Na jó, annyit talán tényleg el kell ismernünk ennek a transzripiónak, vagy farturódítónak, hogy a magyar ember indulatból nyúl maga a klaviatúrához. Mint az az újságíró, aki mesztelen melleit mutogatta a gyönyörű színésznő az Oscar gálán címmel írt cikket a konzervatív értékeket keresztes lovakként védelmező labba, az Origóba. Igen, az Origó az egy konzervatív lap. Most mit röhögsz, ha? Ragaszkodik a legkonzervatívabb sajtóhagyományokhoz, ahhoz, amit már a legótvarabb bulvárlapok is töröltek a repertoárjukból, a napi csöcs kontenthez. Hm? Hagytatok magatoknak egy ilyen férfias médias konzent, igaz, Laci? Telepucér kislányokkal. Hm?
Szegény Lacinak nem mondtam el, hogy a net tele van pornóval, mert hogyha elmondom, akkor lehet, hogy nem rabolnak rá az Origóra, és nem csinálnak belőle egy ilyen fölkiser Beobacter Pravda fattyút, ami egy nap közli a szüleivel, hogy rossz testbe született, és ő igazából a Tutti Frutti magazin. Igen ám, csak hogy mit tesz a sietség? Meg a csöcsnyomában támadó férfias indulatok. Kiderült, hogy a gyönyörű mellű színésznőt Hunter Schafernek hívják, és férfi testben született. Hoho, micsoda! LMBTQ propaganda az Origón? Hohoho! Most biztos szégyellik magukat, és elgondolkodnak. Ugyan. Számukra nincs tanulsága annak, hogy egyikük egy nővé operált férfira erektált. Mit mondaná erre a Deák Dániel? Egy LMBTQ ügynök műmelleivel tévesztette meg az Origós újságíró péniszét. Na de lehet, hogy a faszt meg lehet téveszteni, de egy Origós fasztalokat is készítek, mondtam már? Szóval azt nem. Figyeljétek. Ahogy petyütt a péló, úgy változott a cím. Kis idő múlva már mesztelen melleit mutogatta az LMBTQ aktivista az Oscar gálán, volt a cikk címe. Végül nővé átoperált férfi mutogatta mesztelen melleit az Oscar gálánra váltottak. Elhárult az üzemzavar az ország legjelentősebb transformátor állomásán. Deák Dani ügye elgondolkodtatott. Aki tartalomgyártással foglalkozik, az naponta kap hasonló üzeneteket. Jó. Az igaz, hogy a népet kizárólag a balliberális politikusok hergelik, így a durva kommenteket szegény megafonosok kapják, akik ugye nem hergelnek senkit. Én jobb oldalról csupa kedves és bátorító üzenetet kapok. Meg hát a durvaság az amúgy sem jellemző a keresztény konzervatív táborra. Lássunk néhányat. Az első típusba az úgynevezett udvarlók tartoznak, sokan vannak és sokfélék, abban azonban hasonlítanak, hogy az érzéseiket pironkodó játékossággal, szemérmes szóvirágokkal fejezik ki. Na kis kurva, mivel nem válaszoltál, letiltalak. Ennyire gyenge, buta kis kurva vagy, hogy nem válaszolsz. Tiltólista a neved, ha találkozunk, szétbaszom azt a mocskos liberális fejed, kurva. Írta Attila. A második típus a borongó hazafi. Ők Kossuth Lajos, Ady Endre, Németh László vagy épp Mindszenty Herceg Prímás szellemi örökösei a nagy elődök krisztusi humánumára támaszkodva kérik rajtam számon mondani valóm hiányosságait. Az ilyen negatív és rosszindulatú férgek gázkamrába valók. Mindenki mennyire ért a politikához? Legalja az egész. Aztán remélem azért vágták le a hajad, mert olyan a tested, mint egy japán autó önindítója. Áttétes. Kötelet a nyakadba, azt kellett volna, te liberál kurva. Fú, ha tudnám, hol lakna, egy darab szarra letetném meg, majd patkára haraptatnám. A harmadik, bevallom, ők a kedvenceim, a hogy kerül maga az üzenőfalamra típus. Húzzon el a postafiókomra, aljas ócska, no személy, nem akartam látni. Nem kértem, mocskos hazaáruló, a bandakával együtt mocskok mind vagytok egyek, nem írtam senkinek sem, osztottam meg semmit, írja Ica, a nyugdíjas tanítónéni. Többszöri kérdésem ellenére sem kaptam videóidban sem én, sem a magyarok arra a kérdésemre választ, hogy kinek az engedélyéből szerepelhetsz a közmédiában ebben a formában. Pardon? Na, azt hittem, hogy ez a YouTube. És hogy készíted a videót? Hagyományos módszerrel vagy digitális módszerrel? Nem mindegy. Biztos, hogy nem hagyományos módszerrel, mert ahhoz kicsit kevés a tudásod. Ha digitális módszerrel készíted, az más, akkor biztos, hogy tele van hazugságokkal. Digitálisan a legkönnyebb hazudni. Ide figyelj, te digitális lájkvadász, téged még csak csiszoltak, amikor Orbán Viktor már ragyogott. Hát, szóval sokan vannak és sokfélék, néha egészen meghökkentők. Eddig eszembe se jutott feljelenteni őket, persze én csak egy buta és gyáva nő vagyok, ellenben Deák Dániel egy erős, okos és bátor férfi.